Na szóval sziasztok, üdvözlök mindenkit egy újabb videóban. Ismét elérkeztünk egy újabb héthez, ami nem jelent mást, mint azt, hogy szerdai frissítés van. Ebben a szerdai frissítésben ja, azt a teljes is felejtettem. Szóval, ebben a szerdai frissítésben nem más fogunk csinálni, mint segítünk egy kicsit Alexnak a részmunkaidős állásában. Nem számítottam rá, hogy itt futunk össze. Tehát szerinted hol fut? 100 XP? Hát ez. Karácsony van? Most dolgozni jöttem az ünnepségre. beszélne, de is jó lesz. 100 XP, hogy azért, hogy elmenjek a kávézóhoz. Indulok is. Ezek eddig nem aranyszobrok voltak? Vagy most az emlékezetem rossz, vagy az ott mi? Itt, itt. Jó, én nem kérdőjelezem meg. Szóval, hogy döntöttél, beszélsz. Már is mennyivel jobb ez a nap, ugye? Csak az én társaságom kellett ide. Most, hogy te is itt vagy, remekül fogunk szórakozni. Ó, én ezt kötve hiszem. Lettem már nagy sportversenyeken versenyeken póló ágyót? Szereztem egy másodat a tapint az jó lesz. Ez mennyire... Hát, hogy is mondjam, veszélytelen? <laughs> Figyelj, én nem szeretnék károgni, mint egy varjú, vagy bármi, de hogy így... Szerintem ez nem a legjobb ötlet, amit te kitalálhattál volna. Ezt a mindent most már egy ágyút is össze tudok rakni. jól fog mutatni a önéletrajzomba. Sikerült, majd én megtöltöm szórólapokkal, aztán rögtön el is ütem. Ez most 55%-es, esélye, vagy szuper lesz, vagy katasztrófa. Gondolom semmiképpen sem az utóbbi. Ugye? Betöltöttem a szórólapokat, tiszta a trap, úgyhogy ne is vacakoljunk tovább. Tűz! Na, ah, szóval ez volt éve a tervben. Nézzük a jó oldalát. Szépen megszórtunk mindent konfettivel. Alex. Hagyjuk. Egy éhes stinkennel állunk szemben. Kaját kezd szerezni neki, mielőtt még olyan hangosan kezd korogni a gyomra, mint valami földrengés. Vagy ami még rosszabb, elszökik. De én esküszöm, hogy ezek eddig aranyak voltak. Csokkolom. Már megint te? nem, nem hozzád beszélek, hanem ehhez a nagy ilyenkor ez kutyához, vagy mihez. Kutya vagy te egyáltalán? E, na, szóval, Clementin, én nem szeretnék a dolgokba beleszólni. Látom, hogy nem ültél be biológia órára. Ezt, ezt látom. Na, de hogy ennyire? Kérsz gyümölcsöt? És itt Clementin, most te engem csak idegesíteni szeretnél? Jó, én, én szépen elsétálok. én nem láttam semmit. Milyen szerettem, csak nem egy ló? Az ördögbe. Nincs idő tervekre? Gyorsan ke kell cselekedjünk. Vár csak hazott shakira, tökéletes, néhány banánnal előcsalogat. Alex, én nem szeretnélek elkeseríteni téged és a terveidet, de hogy van egy kis baj. Én pedig szólok imén barátnőmnek, hogy csináljon jelentet. Ijesztően néz ki, de teljesen ártalmatlan, bármint shakira. Fogd egy gyümölcsöt és etesd meg Sakirát. Benned van minden reményünk. Na most ne haragudj, ha én azt mondom. De mi lenne, ha csak inkább agyonütnénk mindenkit? Mert egy fokkal kevésbé lenne problémásabb a dolog. Figyelem, figyelem! A város békés utcájén egy farkas... Na végre valaki, aki bent volt biológia órán. Legalább egyen. Pusson ki merre át. Sikerült, most már visszajövetsz. Aztán egyet is a banánokat, te csak nézz. A következő napi rendi pont. Segítünk előkészíteni a színpadot a táncosoknak, Rida kisasszony tanítványainak. Vele tartani, de őszintén szólva. Hát, kire ezek de Rida kisasszonytól? Sok sikert. Na, ez igen. Küldjük előre a feláldozhatót. Wow! Jön napot. Ne haragudj, de úgy vagy kifestve, mint egy apacsint ilyen. Ó, oh, várj csak. Te nem tanulni jöttél, hanem segíteni. Vagy úgy... Gondos, hogy róla, hogy a világítás tökéletes legyen a színpadon, hogy amikor a tömeg megtölti ezt a szereny kis teret, a táncosén teljes dicsőségükben pompászhassanak. Hú, az egész színpadot. Csak a legjobb a lérembe. Hát, van. van egy rossz írom akkor. Itt vannak fények, most rólam kell a stúdiómba, hogy ránézek a többi tanítványomra. Megvárom. Rohancsak. csak. Mész? Öcsém, ez a színpad annyira menő lesz. És most miért ne keltsük életre ezt a színpadot? Egy elektromos szikrába úr is fel fogja gyújtani a színpadot. Nincs is hatékonyabb, mint egy jól elhézett villámcsapás. Fel fogja gyújtani a színpadot, én megmondtam. Hajnézzem végig, gyújts fel. ördögbe már megint katasztrófa. Komolyan, ahová lépek, bajterem. Én nem szeretnétek elkeseríteni, vagy bármi, de ez egyet jelent. Rossz hatással vagy a világra. Meg kell szabadulnom tőled. <laughs> Velem van a baj, esetleg én magam vagyok a baj? Nem hinném. Mind mindig akkor van a baj, amikor azt hiszed, hogy nem te vagy a baj. És most az új fényforrás az az lesz, hogy kiropom a köztéren a világítást, hogy mi? Kérlek, ne gondolj a porgerőrség figyelmét, nem érek rá. Azt kell figyelnem, hogy felebukkan egy-két bajkebrő. Azt mi utánok szaladsz? Jó, szerencsét. nem, nem a lámpákat akarom kidobni, hanem randó embereket zakratni. Nem hallta az előbb azt a robbanást? A galambjaimat akarják. Jorvikon senki nem normális? Most Alex ide sikított a színpadtól, hogy előkészíti a színpadot, és találkozunk a színpadnál, mert ő most megy megcsinálni a színpadot. Örülök, hogy segítettem. Még én. Tessék, biztos vagy benne, hogy gyönyörű meleg fényjel fogja bevilegíteni a színpadot. Uh -huh. Örülök, hogy megcsináltad a színpadot. Értékellek. És ne haragudjatok, Sakirával mi lesz egyébként? Hívja már valaki a katasztrófa védelmet. Ti nektek, ti meg miért világítotok, te meg miért vagy teljes sötétségbe? Ez, ez egy utalás le szeretne lenni a férfiakra? Ilyen szexista játékot. Hmm. Nem is olyan rossz. Szóval egyébként egy olyan másfél hét eltelt a legutóbbi videó és mostani állapotok között, de se baj, semmi baj nincs. Ez a később kihagyás az azért volt, mert nem igazán volt időm, viszont most vettem észre, hogy angol a játék. Ó, oh -oh. Szóval a cég, ahol dolgoztam, azt tett róla, hogy időm legyen annyi, mint a tenger. Innen is nagyon szépen köszönöm, puszi a pocitokra, stb. stb. Na, de most akkor vissza is ugrunk Jorvik csodálatos világába, ahol is egyébként folytatjuk a kalandunkat Alexal a kormányzó vízesésénél. Jól láttátok, útközben már odáig is eljutottunk, hogy bejött egy főtörténet küldetés. Láttam, rengetegen lettek 25 szintűek, megcsináljuk, nem kell aggódni. Itt is van az én drága barátosném, hát drága Alex, hát úgy hiányoztál nekem, mert hát el se hiszed. Na, gyere, menjünk. Készítsünk egy hangfelvételt. Na gyere, készítek vala a hangfelvételt. Hogy szeretnéd kezdeni? Kezdjük. Uh, hol? Hol? Kezdjük itt a Fagyizónál gyere! Retro hangulat és 20 évente egyszer élő zene. Ez Leonardo Fagyizója. Wow! Ez igen, 20 évente egyszer élő zene. Mm. Következő. A, a... a sikátor lesz. Ja nem. Már kezdtem enni. Most elmegyünk ez a híres étkezdéhez, ahol mindig áll a sor. Mindig is be akartam ide jutni, és soha nem engednek. Egyszer már pedig úgy is bejutok. Tütő! Jorvi kilakos közeledik. Ó, csak nem bírjuk ki, hogy ne menjünk be a sikátorba, mi? Megint a földön ősz, fel fogsz fázni. Az lesz a vége már megint. Fantasztikus volt! Végre elememben érezhettem magam, és párbeszédeink. Komoly, csinálnunk kellene egy podcastet? veled? Biztos, hogy nem. Figyú, rengeteget segítettél ma. Gyere, menjünk fagyizni, én állom. De ez a minimum, ne haragudjál. És itt fogunk fagyizni a földön? Ne haragudj, Alex, de valami prémium szolgáltatást azért adhattál volna. Tehát nem tudom megoldani azt, hogy a színpadon ügyek és egyem. De hát, hogy ezt így, hogy így kiülök az autók mellé. Így... Á? A mai napot úgy kezdtem, hogy bizonyítani hogy próbáltam magamnak. Aztán kicsit kiborultam, amikor semmi nem úgy sikerült. De a te segítségeddel összeszedtem magam, és felvettünk egy remek túra ka kalauszt. Nagyon jó volt, és nem sikerült volna. Tök jó együtt logni, olyankor is, ha éppen nem mentjük meg a világot. Hát én ezt nem mondanám. Akkor sem szeretek velük lógni, amikor megmentem a világot, de mindegy. Most pedig lássuk a pénzügyi részét. A mai munkával 3000 eurónyi kerestünk, viszont közben 4000 eurónyi shilling értékű kárt okoztunk, úgyhogy szóval a főnök azt mondta, vegyük úgy, hogy senki nem tartozik senkinek. De nem hagyom, hogy üres Itt ez a sapka, amit Herman kötött nekem. Nem tudom rávenni magam, hogy lecseréljem rá a narancsárga sapimat, úgyhogy szeretném inkább neked adni. Ráadásul neked jobban is áll. Tehát lepasszolod azt, amit karácsonyra kaptál Hermantól. Undorító disznó. Jó volt együtt lógni, na azért Alex, nem vagyunk puszi pajtások, szóval légy szíves, hagyjál most már békén, jó? Oké, okay, köszi. Szerintem felszállok a következő villamosra, aztán irány a békés Silverglade. Menjél már! Ó, a fenem, majdnem megfelelkeztem Tinkedről. Menj csak, majd találkozunk. Szia! Ne, ne hagyjatok itt! Álljatok meg! Minden esetre megvagyunk! És akkor már megnézzük, hogy milyen szép sapkát kaptam. Amit Herman csinált. Nem nekem. Tényleg, én Herman-tól miért nem kaptam még ajándékot? Alex, te, ezen van egy villám. Hát mi vagyok én, Villám McQueen? Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Egyébként szeptembertől egy kicsit aktívabb lenni. Bízok benne, hogy össze is fog jönni. A legközelebbi videóban találkozunk, úgyhogy addig is sziasztok!